Hello, hello, sziasztok! Hát szép jó estét mindenkinek! Szia Bundi, szia Csili, szia Leja! Üdvözlök minden vodnézőt, törkörött később vagy korábban érkezőt ezen a csodálatos szerda esti streamen, amikor túl élni fogunk és összeszedjük a világ összes lútját. Mi újság veletek? Hogy telt a szerda? Remélem mindenkinek tökéletes napja volt, egész jó idő is volt ma kint, bár egy icipicit felhős, de lehetett kint pulcsiba nem kellett már egész nap nagy kabánt, meg ilyesmi dolgok. Úgyhogy ezt a részét én nagyon éltem, illetve a munka részét is nagyon éltem, de olyan szintű adrenalin volt ma bennem, meg izgulás, meg remegés, meg minden, hogy hú, de hogy nagyon hú. Képzeljétek el, hogy ma megkoptam a, az első ügyfeleimet, akivel én, én beszélgethettem, és Hát így az első előtt így totálisan már rajtam volt a pánik, ami az első beszélgetésen ott is meglátszódott, és azt nem sikerült feltétlen a legjobban. A többi már az, többi már az egy, egy fokkal jobb volt, de még nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kell tanulnom ahhoz, hogy ez tökéletesen és zsigerből menjen minden. Viszont így a, a többi kolléga elmondása alapján ők azt mondták, hogy ügyes vagyok, úgyhogy én ennek örülök illetve a, a, kedves mentorom, aki segít így a tanulásban, ő is azt mondta, hogy, hogy jól megy, úgyhogy, úgy próbálkozok ezzel és már a holnap miatt is megint nagyon izgulok, hogy holnap mi lesz, és hogy hogy fogom csinálni, és mennyire leszek béna, vagy nem béna, vagy milyen sikereket érek el esetleg, vagy milyen kudarcokat, meg hogy így, na mindegy, szóval sok minden kavarok bennem, meg sok mindenem pörgök azóta, meg már ugye tegnap este óta, hogy, hogy is kellene ezt jobban csinálni, meg rengeteg mindent kell még tanulnom, meg hát a rutin az nagyon hiányzik. De szerencsére nagyon jó mentorom van, úgyhogy, uh, úgyhogy, remélem meg lesz ez minél hamarabb. Ja. Az enyém nem volt a legjobb, egy csomó vac... Mi? Csomó volt a vérnyomásom? Jaj. De az esti stream alatt helyre jöttem, szerintem sokat stresszeltem az utóbbi napokban, és emiatt lehetett ez hátlenya. Először is mindenképpen jobbulást, remélem mi hamarabb rendben jön. És, és a stream amúgy az egy jó dolog, az egy kicsit ilyen kis terápiás foglalkozás, mint streamer. Hogy, hogy, itt kitölt beszélni magadból a dolgokat, egy kicsit kapsz néhány jó szót, hogy rosszabb esetben rosszat, de igazából azt meg letojod. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez tényleg ilyen, ilyen, terápiás foglalkozás, hogy beülsz a kamera elé, meg a mikrofon elé, és akkor így beszélsz mindenről, és tök jó. Úgyhogy ja, nekem is ez egy, egy része az ilyen kikapcsolódásomnak, hogy ide jöhetek hozzátok pofázni. És uh... Ja, viszont, én tegnap is már nagyon fáradt voltam, hogyha elnyezés egy kicsit hamarabb vége, lett. meg ma is azért indítottam el hamarabb, hogy valószínűleg hamarabb is vége lesz majd ma is, hogy. most így a tanulási időszakban érzem a bent a munkába, hogy jó, jó lenne egy, egy kicsit több energiát arra átcsoportosítani, hogy, hogy minél hamarabb be tudjak tanulni, és utána már nem kell arra annyi energia, hanem akkor már elég lesz az a. Elég lesz utána már csak rutinból csinálni a dolgokat, meg a megszokásokból. Nem kell folyamatosan görcsölni, hogy kérdeztél valamit az ügyfél, és akkor átgondolod a 16 darab jogszabályt, a 36 darab mindenféle ilyen-olyan szöveget, és meg hogy akkor most mit mondhatsz, mit nem mondhatsz hogy mond el neki úgy, hogy az olyan hivatalos legyen, de hogy azért valahogy közel egy hozzá, de hogy ezért... és akkor kicsúszik egy egyszavas válasz a szádon, ami semmire nem értem, vagy semmire nem jó, és totál értelmetlen, és így ez most hogy ez itt valószínű nem volt jó, de mindegy, haladjuk tovább. Szóval, hogy na, értitek, szóval kellene bele egy kicsit, vagy rá egy kicsit több energiát hajnom valószínűleg. <laughs> ja, nálunk hibátlan volt az idő, pólóban is lehetett lenni, na, egész nap napsütés, munka és kb. ennyi. Hát Csiri, ez tök jól hangzik. Ez tök jól hangzik. Szia, shooting Tom, hello, hello. Kicsit hangos még a muzsika. Csak egy icipicit. Még eltelődik a figyelmem a bajaimról. Így van, így van, ez is egy hozzátartozó dolog. És hát ugyanúgy, mint neked, így a nézőknek is egy jelentős része valószínűleg azért jön, de egy az mert itt lenni, és jól érzi magát a másik, meg hogy így, így kicsit így kibújni a, a, mindennapokból, és hogy más, más közegbe átkerülni, és akkor így lekapcsolódni a való világról valamilyen szinten. Amúgy meg ez így a játékokban is, ez, ez bennem felmerült ez a kérdés rengetegszer már, hogy belegondoltatok ti már abba, hogy a játékok folyamatosan arra törekednek, Minél valósághűbbek legyenek, mint például az scam, most játszunk, hogy mindent próbálja leutánozni a realitás, a valóságot. És hogy a játékok arra tök, törekednek, hogy minél reálisabbak és valósághűbbek legyenek, közben meg az emberek azért játszanak játékokkal, hogy kiszakadjanak a valóságból és a realitásból. És... Ez így valahol azért üti egymást egy kicsit, hogy ért, értitek, hogy mire próbálok ráutalni. Hát szerintem ez egy... Egy kicsit fura, de! De a végén el fogunk érni, akkor arra szintre, hogy a játék ugyanolyan lenne, mintha csak úgy alapbóliként lennénk a nagyvilágban, akkor mi értelme. Játszani. A valószínű az, hogy csó mindent megtetsz benne, amit amúgy a valóságban akár törvények tiltanak, ott meg nyugodtan lövöldözhetsz például, vagy akármi. Szóval. Ja. Mi jövünk hozzá na jól teszed bundi, jól teszed. Nem feltétlenül a valóságból való kiszakadás a lényeg, hanem hogy más bőrébe bújhatnak, valaki más történetét élheted be át. Ja, amúgy igen. Annyiban toldanám meg, hogy a játékok megpróbálnak ideális valóságok lenni. Hogy érted ezt az ideális valóságok szót, mert nekem az ideális valóság az. Az ideális valóságban mondjuk nincs egy apokalipszis helyzet, ott, ott általában meg a játékok valamilyen, legalábbis azok, amiket én szoktam játszani, ezek valamilyen katasztrófára épülnek föl, akár egy, mint a Forestbe egy lezuhant repülő, vagy egy idejegen bolygóról jött létesítmény, vagy a scamba egy zombi fertőzés, vagy szóval, hogy értitek, hogy valami ilyesmi. Leszámítva egy problémát, mert a játék konfliktus, a minden más működik a valóságban, meg tele vagyunk ja, értem, értem, jaha. Hát ez lehet, hogy így van. Ja, ebből van valami. Na és ha már játékok is szóba jött a skam, Szerintem kezdjünk is bele. Előtte viszont, elmondanék még annyit. Egy zombi apokalipszis néha jobb, mint a valóság. Én amúgy ezt nagyon kipróbálnám, mert tudjátok, annyi zombis játékkal játszottam, meg filmeket láttam, meg minden, én tudom, hogy mit kell csinálni, aztán valószínűleg én lennék az első, aki itt a... sétálhatnék az utcán, így... És így ennyi lenne bele, belőlem, és így ki valahol oldalt az agyam a fülemen. Szóval, ja... Last of Us se nem játszottam, se nem láttam még, de azért nagy hiányosságom, hogy be kellene pótolni, mert már mindenki agyon dicséri, meg külön kritikasorozatokat csinálnak róla, meg stb. Úgyhogy majd majd egyszer előveszem. Na, viszont amit akartam mondani a Scum-ról, csak hogy egy kicsit áttereljem arra a témát, és kezdjünk neki lassan játszani, hogy utána néztem, hogy hogy mások, akiket amúgy követek és scum ők hogy szoktak úgy játszani, hogy ott egy picit izgalmasabb, picit pörgősebb a játék, és rájöttem egy nagyon egyszerű trükkre, náluk be van állítva az, hogy a lót az ne egyes szorzó legyen, hanem ötös szorzó legyen, és akkor nem az van, hogy három órán keresztül sétálgatsz házról házra, és örülsz, hogyha találsz egy csavarhúzót, hanem hogy ott inkább már az a szituáció, hogyha kinyitsz valamit, akkor utána eldöntöd, hogy már ami van benne, az kell neked, vagy nem kell neked. Mert hogy általában van abban a szekrényben, vagy vizében, ládában, vagy akármiben valami, csak nem feltétlenül egy szükséges dolog. Úgyhogy én is átállítottam a játékbeállításokat annyira, hogy egy ilyen ötszörös lúdszorzót ráraktam, és akkor megnézzük így, hogy milyen. Ja... A Scumról tudnál pár mondatot mondani, hogy mi az alap a lényeg, meg ilyesmi? A múltkori streamen nem tudtam lenni. A Scumnak annyi a lényege, hogy ez egy ilyen zombi apokalipszises túlélő játék. Lényegében az alapsztori azonnal indul, hogy te egy elítélt vagy, akit nem kivégeznek, meg nem börtönbe zárnak, meg ilyenek, hanem ledobnak erre a szigetre egy Valahonnan egy törnyővel megérkezel, ugye azért, hogy ilyen narancssárga rabruhában, egy törnyővel te oda megérkezel, és hát élt túl. Közben ugye, akik téged börtönbe, ebbe az idézőjeles nyílt nagy börtönbe zártak, van egy csipp a tarkódba beépítve, azon keresztül figyelnek, illetve néha jön egy ilyen drón, az is így megfigyel téged, meg stb., és akkor ez egy ilyen kísérlet jelleggel itt téged ott tartanak, és figyelik, hogy hogy boldogulsz a, egy ilyen szituációban. A szituáció pedig az, hogy talent vagy, ugye ez a, az egész játék egy horvátországi területet próbál leutánozni, egész jól, és ez egy horvát fejlesztésű játék, és, és hát ott vannak zombik, vannak robbanó zombik, vannak állatok medvétől a farkoson át a mindenféle állat, ami meg tud ölni. Vannak az ilyen nagyobb katonai létesítmények közelében borzasztó egy robotok, amiket nem lehet megölni, viszont ők két lövéssel megöl téged. És akkor így vannak autók, vannak repülő, motor, motorcsónak, mindenféle jármű, és a stb. Tévedsz? Na, mibe tévedek? Na, javíts ki, Bundi, javíts ki. Meg lehet ölni? Jó, oké, okay. akkor úgy mondom, hogy majdnem lehetetlen megölni. Jó, meg lehet, de csak a legendákból beszélnek róla, hogy meg lehet, lehet találni a Youtube-on valóban videókat, ahol megölik, de én hallottam anyáról is, hogy azt már azóta kipecselték belőle, és csak régen lehetett, meg hogy most is lehet, csak mocsok, sok lőszer, meg fegyver kell hozzá. Mm. Én inkább elkerülöm, maradjunk abba, hogy inkább elkerülöm, és akkor nem lehet gond, meg ami nagyon sokan ki is kapcsolják konkrétan, mert ezeket a robotokat ki lehet kapcsolni a játékból, hogy ne, ne járkáljanak ott, és akkor ugye csak a zombikkal kell, zombikkal kell megküzdened. És ami még a lényeg legyen, hogy ez egy nagyon, de most már bele is kezdnek, és akkor meglátod majd a dolgot egy kicsit pontosabban, hogy... Hogy ami még a lényeg, hogy nagyon részletes a játék, hogy tényleg próbál realisztikus lenni sok szempontból. Értem én ezt úgy, hogy szia, kucsi, helu, helu, hogy viszonylag részletes a karakternek a... a mindenféle statisztikája, onnantól kezdve, hogy mit tudom én, kb. 40 féle dologra, vagy 30-ra, lehet elosztani a mindenféle pontokat karakterkészítéskor, a autóvezetéstől a futáson át a... így tudom én... rengeteg, rengeteg mindenig. És hogyha... És igen, hogy még WC-zni is el kell menni, azt mondjuk a múltkori streamben egyszer se csináltunk, mert sose éltünk addig, hogy a karakternek vécére kelljen mennie, plusz nem ettünk semmit, amitől a mosdóba kell menjen és maga az, az élet adatai is a karakternek, hát itt, itt tartunk éppen, azok is úgy néznek ki, hogy ha egy ide a metabolizmbra, na hát itt látod, hogy ennyiféle adatot látunk most, hogy a testzsír százaléktól kezdve, a oxigén szinten át, a mindenféle dolgok, plusz itt vannak még az alapadatok a pulzustól a testhőmérsékletig, rengeteg minden. És van egy olyan problémánk, hogy éhesek vagyunk. Van-e nekünk bármi ennivaló? Semmink nincsen. Jó, hát akkor lehet, hogy ezt is halállal kezdjük majd. Na, szóval nagyjából így, így néz ki a játék. Én azóta nem léptem be, és nem csináltam semmit. Megnézzük, hogy sikerült-e. nézzetek csak oda! Rögtön van a ládába. Na hát így már rögtön izgalmasabb lesz az egész. És amondó vagyok, hogy lehet, hogy... Lehet, hogy ebbe a városba kellene elmennünk, és akkor ott egy kicsit körbenézni. Úgyhogy nem tudom, induljunk el lassan. Azt a biciklit tudod használni, Én nem csak, hogy tudom használni, hanem ezt mi hoztuk már ide, ezzel, ezzel jöttünk le a havasokból, úgyhogy ezzel rendesen lehet tekerni. És a, a motort is már mi hoztuk ide, az is a mi kis motorunk. Csak hát abban, abban sajnos nincs üzemanyag. Mármint, hogy annyi van, hogy mit tudom én a ház túloldalára még át tudnék vele állni, de hogy így ennyi. Sajnos, úgyhogy abban kellene szereznünk üzemanyagot, is, valahogyan azt ide hozni. És ebből mennyi mindenre kell figyelni? Hát itt na nagy cash. Elrakjuk pénz, jó. De ahogy hogy így nagyjából mindenre. Hogyha bármi, bármi nagyon alacsonyra lemegy, akkor az jelentős problémákat tud okozni. Például kevesebb lesz az életed. Na. Itt egyenlőre semmi. Jó, megpróbálunk gyalog módon oda menni. Ami, ha jól emlékszem, akkor igen, itt jobbra-lefele megyünk, és akkor valahogy így azt a részt meg szeretném nézni, lehetőleg úgy, hogy minél kevesebb zomb zombival találkozzunk, és út közben keresni kellene valami enni és inni valót, mert nagyon-nagyon éhesek és szomjasak vagyunk már. És örülnék, ha nem támadna le kapásból egy ez izé, parkas falka vagy egy akármi jó irányba, jó irányba megyek, aha Ú, és ez egy ilyen gyárnegyet szerű dolog ugye a kéményekből ítélve, amit ott láttam Leülsz a földre, gyorsabban visszatölti Tényleg, azt meg is szerettem volna nézni hogy a controls mivel tudom előhívni azt a action wheel dolog izét weapon. Igen. Karaktermenü tab, izé, te 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 Fókusz, chat, interact, nem. Nem. Nem tudom, nem tudom. Mert hogy van, van, valami gomba arra, hogy, hogy elő lehet hívni egy ilyen, nem tudom, G, R, T, nem, az Z, izé, R, I, X, az X lehasal, jó, C-vel Google, V, nem, G, H, E, u, nem, nulla, nem, F1, F2, ha, azzal integet, nem tudom, nem tudom, aki ismeri a játékot, az esetleg elmondhatja, hogy melyik gombbal tudom ezt a... Azt nézd, ahol nagyon sok ugyanolyan van írva. Várjál, nem? Mm, ne, ez. Vagy ez. Én nem jövök rá. Én nem jövök rá ebből. Hm, na mindegy. Lényegtelen. Tab. Nem, a tab az inventory nyitja meg. De és itt vannak -e ilyen tutoriál missziók, amiket kellene csinálnunk. A fene tudja. Itt ez a városka. Ja, meg majd valamikor egy benzinkutat jó lenne, jó lenne egy benzin. Ó, várjátok, ez viszont egy ilyen kukoricaföld jellegű dolog lenne? Hát, ha itt találunk egy kis kukoricát. Az se lenne túl hátrányos, hogyha esetleg találnánk. Meg szia, Gangsta, mert nem tudom, hogy köszöntem-e, hello, hello. benzinkútnál mindig van csipogós, hát meg a benzinkútnál az a baj, hogy ha oda megyek, akkor se nagyon tudok mibe elhozni üzemanyagot, és azt se tudom, hogy merre van benzinkút. Azt, az rémlik, hogy itt én néztem, hol néztem? Itt néztem, hogy szerintem ez talán egy benzinkút. Az nekem úgy tűnt, hogy mintha egy benzinkút lenne, itt amúgy meg ez egy egész jól belátható terep, úgyhogy fasz. Na, elkezdek közelíteni ide befelé. Aha, ott az viszont kukoricásnak tűnik. Átha ha találunk valami csipegetni valót benne. Viszont semmi... Aha, konkrétan semmi eszközünk nincs, amivel meg tudnánk védeni magunkat, úgyhogy uh, vigyázni kell. kukorica esetleg. Nem ár, hogy nincs itt kukorica. Lehet, hogy annak külön föl kellett volna venni a drop rétjét. nem úgy van, hogy... Aha, jó, valószínűleg. Azt itt most nem fogok találni, benézzünk ebbe a kis bodegába, hát ha itt van valami hasznos. Nézzük, van egy kis duct meg, aha, jó, hát ezzel sokra nem megyek. Az papír. Az ugyanaz, és ez így kb. ennyi is volt, úgyhogy mehetünk tovább. Hogy lehet ebbe az épületbe bejutni, és tanálunk-e itt bármiféle kaját, ez, ez, a, ez a nagy kérdés. Ez nem is épület, ez egy nagy létesítmény az egész, nézzétek csak hogy itt ilyen őrtornyok vannak rajta, hogyha ez valami komoly cucc, ez nem ilyen gyerekjáték. Várjatok, -e, van bent robot is. Ajaj. Ezt amúgy így ki lehet nyitni? Ó, meg zombik is vannak benne. Jó. Ez nem, nem hangzik a legjobban. Szia, csicsú, hello, hello. Megpróbáljuk egy körbe sétálni rajta, meg kár, hogy ezen a térképen nem lehet nagyítani. Várjátok, az ott mi? Lehet, hogy az is egy benzinkút? Most nézem, hogy ott van egy ilyen kis térreugrós rész. Hm. Mi újság? A minden a legnagyobb rendben. Kicsit korábban kezdtem a, a, streamet, hogy, hogy, lehet, hogy korábban is végzek a? Aztán, aztán rá tudok pihenni a munkára, hogy egy kicsit jobban oda tudjak rá figyelni. Ja, az csak egy bokor volt. Nem a legjobb környék, ahol vagyunk. Lehet, hogy biciklivel kellett volna jönni. Csak akkor meg, ha meghalok, elvesztem a biciklit, amit már szereztünk. Alakul az új napi rended. Ja, hogy, ja, értem, mire gondolsz. Erre még amúgy nem is gondoltam, ezt most csak így ideiglenesen ide, ideiglenesen ö, így, 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 így alakult a dolog, ja, de akár még az is lehet, hát ugye ez majd akkor fog főleg alakulni, hogyha már így, így besz, beszokottabban tudok már rendes munkatempóban egyedül dolgozni, még így a tanulási fázis ez egy kicsit munkásabb, mert azzal nem csak a munkában, hanem a munkán kívül is kell foglalkoznom, hogy, hogy minden a legjobban menjen. Szpíred van, mert az elég hasznos. Hát nincs. Megmondom, az őszintét nincsen szpírem. Még egy kiskésem sincs, még egy kőkésem sincs. Az viszont ott egy falu. Ha az egy falu. Aha, az van ott az. Aha, az viszont ott egy benzinkút. Nézzétek, ott az. Látjátok, ott abból az útból föl lehet is ahogy lekanyarodik. Aha. Jó, annyi, hogy ott viszont lesz. Uh... Lesz valószínűleg néhány zombi, hogy gyorsan csináljunk legalább tényleg egy ilyen, mi a fenét, egy ilyen spírt amivel meg tudjuk őket böködni. Miért dobtad el? Vegyed is fölfelé, úgy ezt le. Uh. Jó, azt tegyed meg. Ezt meg vágjad le. Kipróbáltál a No Man's sky és véged van, nincs életed? Ennyire jó? Én annyiszor így belefutottam, hogy elgondolkoztam rajta, hogy el kéne kezdeni, aztán valahogy... Valahogy mindig kimaradt. Na, és akkor crafting. Kellene... Ó, tudok csinálni Stone Spirit is. Ugye ja nem, mert ahhoz nincs kötelem. Akkor csinálunk egy ilyen sima spirit. Értél már olyan sokat, hogy éjjel legyen? Hát még nem. Őszintén, megvalva. Ezt dobjad el? Azt keressék követ nekem, légy szíves őszintén megvalva még nem, viszont... Ó, és az még megvan. Jó, hát akkor ez nem is kell. Úgy. Zsír. Őszintén megvan, szerintem most esteledik. Van egy olyan érzésem. Nekem nagyon be, én az elején kicsit Ferdén néztem mert nem nagyon értettem, de pár óra után belejön az ember. Na, az jól hangzik. Azt is dobja el. Szóval, hogy én, én úgy érzékelem, hogy mintha most kezdene sötétedni a játékban, mert hogy uh, most is egy ilyen, hát ugye a lemenő napfényében itt sétálgatunk, vagy hát hogy inkább az árnyékában, vagy hát nem, a, napnak az árnyék... majd na, mindegy, értitek. Mi ez a játék, Csicsú, ez sem ismeri. Hú, ezt mielőtt elkezdtünk játszani, szerintem elég jól összefoglaltam egy-két mondatba. Lényeg a játéknak annyi, hogy egy ez Horvátország egy területén játszódik, és annyi a lényege, hogy, hogy mi elítéltek vagyunk, Aha, röhög. Az az lesz, amelyik röhög. Az baj, az nagyon baj, hú, te jön utánam. Hú, te jönnek, fussá, fussá, barátom, fussá. Ne ütögessé, ne ütögessé, mondom ne. Olyan jön a csipogós? Ájjáj, áj, nem, nem jó hangzik. Főleg, hogy mindjárt elfáradunk. Fölrobbanhatna mondjuk úgy, hogy én ne sérüljek meg. Aha, fölrobbant. De üssed már! Jó, viszont most baj van, mert össze-vissza vérzünk, nagyon. Leütötték a, leütötték a mindenünket, gyorsan megpróbálunk valamit alkotni. Ó, dobtak egy ilyen zombi szemet, meg kesztyűt, meg mindent vágogatjuk a ruháját, és abból bekötözzük magunkat, legalábbis megpróbálom. Úgy, úristen, mennyi minden bajom van. Jó, azonnal kössed befelé. Hát lehet itt vérzünk el. Meg a közös vizével, kötszerrel kötögetjük magunkat, az sem hangzik túl jól. Igen, ezt még gyakorolni kell. Hát benne van a pakliba sajnos. Megütött egy jó pár ször. Igen, a stamina management az nem volt a legjobb. Szóval a karakterben van zárva egy ilyen kísérleti börtön, bele van építve egy implantátum a karakter fejébe, azt monitorozza, hogy mit csinálsz, vannak zombi káratok járművek, települések, és bizonyos helyeken szinte megölhetetlen robotok. Így van, és lényeg a lényeg, hogy neked túl kell élni valahogyan, és lootot kell szerezni, meg stb. Úgyhogy Úgyhogy ilyesmi a dolog. Hát jó, igazából elmúltak a vérzéseink. Én remélem, hogy nem lesz túl nagy bajunk. Az egy fokkal nagyobb probléma, hogy totálisan éhes és szomjas a karakter. Úgyhogy jó lenne, ha a kúton már más nem lenne. És találnánk egy rózsaszín tartunk kívül bármi ehetőt vagy ihatót. Az semmi. Az ugyanaz. Ott van némi szög ott meg semmi. Nagyon jó, adjál valami ételt, légy szíves, semmit nem ad. Várjátok, ott van egy csap, lehet, hogy legalább inni tudunk. Nem, ez egy tűs csap, a fenébe. Jó, egy italautomata. Café cup. Azt így drinkeld meg, nem tudom mi van benne. Meg egy barack. Vagy mi ez? Körte. Egy körte egyed meg azt a körtét. Ez nem tudom milyen állattak a hangja. Ott is, azt is egyed meg. Vagy így ad meg. Jó, és akkor most hogy állunk? Most van a gyomrunkba egy kis kávé. Nem sok. Ilyen egy, egy deci környéke, meg egy kis barack, és akkor ez egy minimálisan viszi föl az étel és az ital szintén. Ó, van még itt még egy automata. Abban nincs semmi, egy kis szemét. Beszög van. Ó, itt egy kis lövedék. Egy kis mag. Egyed meg a magokat. És egy crossbow. Igen, ilyen crossbow már találkoztunk, viszont semmit nem tudtunk vele kezdeni. Ja, de az volt itt a pulton, azt láttam az előbb valószínűleg. De egy ilyen van már az előbb találkoztunk, de semmit nem tudtunk vele kezdeni. Vagy hát előbb a legutóbbi streamben, mert nem volt hozzá lövedékünk. Ó, egy rendes kés. Na várjatok, mert akkor lehet, hogy ezt eldobom, és akkor ezt a kést veszem elő. Meg azt a kis lőszert. Egy fűrész. Nagyon jó. És hova rakjam azt a fűrészt? Húzom a nyakamra. Vagy. Ja, hogy ez így egy, ez a kupasz doboz. Ott még fönt van valami. Csavarhúzó. Hm, elrakjuk. Valami ruha, ruha kellene nekünk, hogy tudjunk belepakolni, mert uh, ebből nem lehet inni. Nem, hát valószínűleg nincs víz. Jó, hogy állunk most ételre, itallal? Hát valamennyit följebb ment, de nem túl sokat. Uh -huh. És akkor itt van az, hogy most tudnánk, hát egyelőre inni tudok üzemanyagot, de azzal sokra nem megyek. Mert ha nincsen semmi, amibe el tudnám vinni magammal. És nem találtam semmiféle uh, tartályt. Egy a hordóba beleszórhatnánk. Itt is van valami szemét. Kötszer, nagyon jó. Vagy hát igazából egy rongy darab, de hogy mi kötszernek használjuk. Szóval Csicsúha, igen, korábban ugye Csiri nagyon jól leírta a, a... A dolgot, hogy mi a lényege, igen rabok vagyunk, ki dobva egy ilyen szigetre egy kísérlet szempontjából, és hát így éjjé túl. Éjjé túl nagyjából ez a, ez a lényeg. Hát igen, igen, az ilyen, ilyenekre figyelni kell, hogy... Megyek, ne romlott kaját tegyek persze, de egyelőre örülök, hogy találok kaját. Ez a bicikli, ez működik? Hogy nem működne? Na várjatok, van még egy bringánk. Hát ez így tökéletes. Ha van nekünk kis biciklink. Ugye még lámpa is van rajta. Na menj már. Mennyire vagány. Ilyen halunk, szomja halunk, meg tele vagyunk mindenféle sebesülésekkel, amik itt rohadt lassan gyógyulnak, mert hogy ugye éhesek vagyunk, meg szomjasak vagyunk, meg fáradtak vagyunk, és ez kicsit megnehezíti a dolgokat, de van biciklink. És van itt egy falu. Na most azt nem tudom, hogy ebbe a faluba hát ha tippel nem kéne, akkor itt mocsok sok zombival fogunk találkozni, és sötétedik. Igen, megy le a nap, elég sokáig kihúztuk így a... Azt, hogy nappal játszunk, hát előbb-utóbb ugye sejtettem, hogy eljön ez a pillanat. Most megnézem, hogy ezek itt olyan növények, amik ilyen valami ehető dolog lehet. Krumpli. Egyed a krumplit ezerrel. Hát krumplizunk. Mi lesz a kis bukkal? Hát én nem láttam. Krumpli! Mennyit tölt ez a krumpli? 41-45. Hát még egy kettőt mondjuk, lehet, hogy megehetünk. Lehet, hogy még egy-két nyers krumplit bedobhatunk, és az. az segített egy kicsit életbe maradni. Nem úgy mondtad, hogy éhes vagy, meg fáradt? Hát, ö... azt nézem, hogy a krumplinak, itt lát, látjátok pont a kamera alatt, hogy a krumplinak, ugye itt a kékkel jelzi, hogy egy elég nagy része az inkább hidratálásra van és víz, és nagyon kis része az, ami valójában energiát ad, és valami ételforrásnak minősül. Ja, Mindegy, annyi baj legyen, legalább van valami a gyomrunkba, az is, az is. Az is már több, mint a semmi. Mi van, ennyi krumpli volt? Azért. Hirtelen azt hittem, hogy kiástunk egy biciklit, de nem csak közel állunk hozzá, és jelzi, ami mögöttem van. Közben azt figyelgetem, hogy túl ne egyen magam véletlenül, mert hogyha 100% százalék a gyomromat, akkor, akkor róka. Viszont hagyd már abba az evést. Hogy lehet? Nem lehet abba hagyni. Remélem nem fog hányni. 105 100... Ő egyet. Jó, jól lakott, jó lakott a karakter, úgy érzem félek, egy kicsit félek ide bemenni. Ott egy autó. Bár nincs neki kereke, de ott egy autó. Itt van bent valaki? Egy ruha. Milyen ruha ez? Egy cseki. Vegyed fölfele. Ú, végre tudunk elrakni valamit. És pluszban Figyeljetek csak oda, mindenféle moszkok, meg firework, hát pont az, amit keresek. Tudunk aludni. Hát, ha mondjuk reggelig tudunk aludni, az létezhet, hogy reggelig tudunk aludni. Aha, nem, nem úgy tűnik, mintha így át akarná aludni az éjszakát. Egy szemüveg. Vegyet fel a szemüveget, hát, ha jobban látsz nekem itt lútokat. Igen, az jó, jó, jó lenne, hogyha itt mondjuk tudnék alukálni egyet reggelig, és akkor nem sötétbe kellene mászkálni a mindenhova. Egy kávé, elrakjuk. Igazából körülbelül semmit nem ér, de tudjátok, ha kérdezik, van. Lehet, hogy ez, amúgy, ez egy egész nyugis város. Próbáljuk már meg még egyszer azt az alvást. Nem, nem akar, nem akar semmit csinálni. Jó, átnézünk ide a szomszéd házikóba. Vagy hát lakásba inkább, mert hogy ez még ugye egy háznak tűnik. Ez egy backpack. Na jó, azt figyeljétek. Van itt egy flare. Van táskánk. Hát már megérte. Csendes kisvároska így van. Ó, uh, ez egy baseball sapka, az sokkal jobban tetszik, mint a mostani. Van itt némi regs. Ezt a bínit, ezt igazából elrakjuk, mert ezeket össze tudjuk vágdosni rexnek. Úgyhogy az abból a szempontból jó, hogy... Uh... Legalább némi kötszer is lesz nálunk, hogyha ilyen, ilyen zombi támadás áldozatai lennénk, és gyorsan meg kéne kötözgetni magunkat. Van itt egy vezető kesztyű, a miénk meg egy sima kesztyű. Hát ezt nekem jobban tetszik. Jó, azt meg nem kell. Ott az az ajtó, az kivisz az udvarra. Aha. Ott is van egy ágy. Annyi, hogy megnézem, hogy van-e itt zombika, aki itt majd mindjárt rám akar ugrani valahonnan. De úgy látom, hogy nincsen. Na, most se tudok még aludni? Nem, nem akar aludni. Jó. Van itt egy kis szemét. Azért itt a világ összes lútját össze lehet kaparni, így, hogy végre, amikor megnyitok valamit, és átkutatok valamit, akkor van is benne dolog. És... Razor Blade. Aha. Abszint. Ezt azért csak nem hagyjuk itt, már mint hogy így... Értitek. Pumpkin Seed. Egyet meg a magokat. Nem lehetne kicsit felvenni a fényerőt? Hát, ha szeretnétek. Uh... Hát szerintem fényerőt így konkrétan nem, hanem a gammán tudok állítani, de... De azon is csak ennyit. Úgyhogy ez... Uh... Sokkal nem jobb. Egy magas sarkú szandál. Mm, azt most lehet kihagyom egyenlőre. Itt pedig van egy kis terasz. Ez tök jó ez a kis ház. Na, próbáljunk már megaludni. Még egyszer. Hát ha. Vajon ha itt fekszek, akkor gondol egyet és elalszik valamikor? Itt van, van a szeme a karakterünknek. Nyitva van a szeme. Ezzel lehet nyomni kóban? Hát nem csak, hogy lehet nyomni kóban, hanem konkrét PvP szerverek vannak, ahol mindenféle, hát mint rászba körülbelül, mindenféle bázisokat lehet építgetni, és akkor meg mint Daisy-be, ez ehhez a nem tudnám ilyen szinten hasonlítani. De amúgy igen, lehet, lehet kóba is nyomni, csinálhatsz ilyen privát szervert, ahol csak a barátokkal, ismerősökkel játszol. Az is egy járható út. Mm. És akkor még gyorsabban lehet haladni, meg... meg... Open Finger Gloss... úúú, uh, egy gatya? Milyen gatya ez? olyan gatya, amiben több a hely. Hova vette fel azt a gatyát? Ezt nem lehetne így följebb húzni? Dehogy nem. De nem oda be akartam rakni, hanem vegyet föl. És... Na mindegy, jó. Ott a gatya lent. Ebből meg a kést azt átrakjuk ide, hogy az nálunk legyen, az hagyen, vagy sőt lerakjuk a gatyánkba, hogy azt el elne, elne azt a kés, mert az fontos. És akkor ezt viszont, ezt a régi gatyánkat ezt felismerjük, és végre nem narancssárgába vagyunk! Nézzetek oda, végre nem narancssárgába vagyunk! Úgy, és van egy csomó kötszerünk. Mennyivel élvezetesebb így a játék, hogy találok is dolgokat, és azt is elvisszük. Találok is dolgokat, és nem az van, hogy uh, hogy csak keresgélek, és 20 perc alatt találok egy akármit. Egy olló. Jó. Ját az ajtót tudtam volna nyitni. Ezek nem lútóható dobozok, de itt egy kis 9 millis lőszer. Itt még erre bármi, semmi. Nagyon jó. Ebben a házban remélem nem lakik senki. Benézünk. Halló, valaki van itthon? Senki sehol. Uh, egy Spitfire Jacket. Hát igazából Jacking már van, és annak egy kicsit jobban tetszik a színe. Így, talán elrejt, elrejt a zombi kerül. Van egy Santa Hat. Viszont ez a Jacky ez elég jó állapotban van az, hogy fölvágjuk, és mondjuk a koszos, koszos kötszer helyett egy kis tisztát vigyünk magunkkal. Na, az egzi, de, de, jó lesz kötszernek, mert... Ú, nézzétek mennyi. Szóval a koszos nem. Az sima, sima, sima. Igazából azt is inkább lerakom. Ide fölpakolom a regeket egy kupacba. Egy, egy, egy fokkal legyen már átláthatóbb az inventorink, és ne... Ne úgy nézzel már ki, értitek, tekint valami hányás, vagy nem tudom. Jó, a többi az koszos, azt itt hagyjuk. Azt átnéztem, igen. Kis komódot átnézzük, abba is van Rex, nagyon jó, jó, egy kis cash. Igazából mindjárt beterünk helyen, mert telepakoltuk magunkat kötszerre, de abból még eldobálni bármikor lehet, inkább, inkább legyen, mint ne legyen, vagy értitek, mire gondolok. Red Coal Energy Drink. Hogy állunk most Gyomor, ó, nagyon jó. Hó volt az, nyissad meg, úgy, így ad meg felé. Energy drink mindig jó. úgyis is kellett volna egy kis cukrot bevinni a szervezetünkbe, itt a fejem fölött látjátok. Kb. itt ezeket a dolgokat, hogy nagyon sok mindenből hiányos, hiányosak vagyunk. Hát ha most a energiai kapunk egy kis cukrot a testünkbe aludni, még mindig nem enged. Most fekszünk, vagy mi történik? Nem tudom. Úgy látom, hogy nem. Itt is pihenni tudnánk, Itt pedig van még egy szekrény, amiben van egy egy leggings. Mm, csábító, csábító össze se lehet vágni. Az igen. Na jó, menjünk tovább. Merre menjünk? Itt egy roncsautó. Kis cérna, azt el tudjuk rakni? Aha. Jó, mert a cérnából abból tudunk csinálni magunknak csomó-csomó mindent. Itt van egy kis szemét. Táskát tudsz craftolni? Igen, igen, azt néztük a múltkori streamben, hogy uh, hogy azt, azt lehet, lehet craftolni és csak nem nagyon nem nagyon találtam hozzávaló alapanyagot, mert hogy rengeteg reg, regs kellett volna. Ó, uh, a, ez spenót, ugye? A spenót az jó, azt tegyed megfelelően olyan jónak néz ki, meg van itt egy lajka balos ajtó. Ja, az ott van, ott, 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 van az ajtó. Na, a spenót az mennyire tölti meg a pocakunkat, az is inkább vizet ad, mint energiát, de... Valahogy tényleg előbb-utóbb pisilnem kellene, mert most már 110, 111 on van a, a víz a szervezetemben, ami Hát valljuk be több mint száz, úgyhogy, uh, úgyhogy esélyesnek tartom, hogy egy, 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 egy mosdózás az ráférne már, már egy kicsit telített. Hi, egy banán, nem tudjuk elrakni, de el tudjuk rakni, el fogjuk rakni, úgy, azt is egyen meg, igazából miért ne enném meg, mikor enném meg, hanem most. Spenót ugye szeretni eretnekség Amúgy a spenót az nem olyan rossz Vagy ez a sóska amire gondolok Ezt a kettőt ezt valahogy mindig összekeverem És sosem tudom hogy Melyik az amelyiket szeretem És melyik az amelyiket nem szeretem Ott egy drop Konkrétan mellettünk Viszont semmi nincs nálunk Amivel ki is tudnánk azt nyitni Sajnos Plusz a másik gond Hogy konkrétan semmit nem látok Ez honnan jött ez a hang? Ez most föl fölöttem van, és lefele jön, vagy kint van. Ez fölöttem van, ez itt van a házban, akkor innen lehet, hogy ki kéne mennünk, mert nem szeretnék vele fölöslegesen hadakozni, de hallottátok ti is, hogy, hogy egyszer csak fölkelt, aztán... aztán fura hörgő hangokat adott ki ez a teremtés, ez egy ilyen garázs jellegű dolog, vagy egy ilyen pajta, vagy minek mondja, itt is körbenézhetnénk. Magamra csukom, mielőtt itt rám támad valami. Egy bolta, azért ez egy fokkal jobban hangzik, mint ez a spear, ami nálam van. Ezzel már azért jobban meg tudjuk majd védeni magunkat. Ja, ja, ez, ez, ez jobban tetszik. Mind a kettő zöld, mint menzán adnak. Hát, ja. Ez check taste. Mit ért? Ez romlott. Aha. Akkor azt inkább békén hagyjuk. Van még itt egy kis gunpowder, meg firework. Azt kellene még itt föl a létező összes zombit környéken egy kis tűzjátékkal. Nem, hogy mekkorát menne. Mekkorát menne egy kis permetszer. Hát, ha még fönt van valami. vannak itt még ládák. Grinding stone. Na várjál, tudok ezzel olyat, hogy megriperrel? Ó, a köszörű kővel meg tudom, és akkor följavítottam vele a, a fejszémet. A kést is meg tudom vele riperrelni? Azt is meg tudom. Na jó, ez menő. A csavarhúzót? Nem, a csavarhúzót nem lehet. És ennyi volt. Aha, ennyi volt, kettő dolgot tudtam vele megjavítani, ugye meg, megéreztem a kés, meg a, az axot, amit találtunk. Na, hát már, már megérte följönni a padlásra, még legalább egy, fúlos fullos, fullos baltánk van. És nem pedig egy ilyen félig törött valami. Na, ott másszál le szépen. Itt egyelőre nem látok bent senkit, de mi mindjárt körbenézünk. Van itt egy sapka, meg egy kórházi póló. Pisilnie kell a karakter. Á, ah, megvan. Várjatok. Dobj egy pisit. De nem tudok mozogni közben. Ne, mellé megy. Célosz. Célosz. De oda bele... Á, túl messze áll az ember. Akkor szét mindent. Na mindegy. Jó, megvan. Rájöttem amúgy, hogy hogy hozom elő ezt a dolgot. A... Ezért tapot hosszan kell nyomni. Akkor tudok itt hányni, kakálni, pisélni, Van zene lejátszó, vannak Commandok actions. Aha, és itt tudnék leülni, meg lefeküdni, meg táncolni, meg, meg minden. is, és a High Supporter Pack 2 kell megvenni, azt, hogy zenét tudjunk hallgatni a játékban. Mi a fene? Na jó, azt meg kell néznem, mert a zene az jól hangzik. Hú. Ez mekkora ez a top class backpack? Igazából pontosan ugyanakkora, mint a mostanink, és százalékban is hasonló, úgyhogy ezt is szerintem nem fogom ezt is szerintem nem fogom átpakolni, mondtam, jó van már, Erre nem tudtad így elmondani, nyomd hosszan a tabot, annyit mondtál esetleg, hogy tab, egy hiking boots, nagyon jó, jó, akkor lecseréljük ezt a gagyi kis edzőcipőt, ami rajtunk volt, ebből biztos kényelmesebb lesz a sétálgatás. Egy kis penge, igen, azt megnéztük, azt nem lehet lútalni. Jó, ezt megnéztük. Föl lehet itt menni van, Nem lehet fölmenni emeletre. Jó, akkor másszá. Kifelé. Aha, itt kívülről. Kívülről lehet fölmenni a felső szintre. És remélem, hogy a felső szint az nem lesz tel is tele mindenféle mozgó dologgal. Ja, úgy látom, hogy itt nincsen senki. Pisztolytáska. Meg egy fishing hat. Hát ez most annyira nem szükséges. van egy itt bármi kaja? Ez milyen? Csokolét, kék, kendi. Na, azt egyed meg az összeset, légy szíves. Csokikát betömjük. Nagyon jó, fullon vagyunk amúgy mindennel észrevettétek, hogy végre végre maxon van az életünk, maxon van a táplálék, maxon van a minden, ami létezik. Most először van az, hogy nem kell aggódnunk, hogy meghalunk három másodpercen belül, mert nem találunk hozzá megfelelő dolgokat. Ez így sokkal-sokkal jobban tetszik amúgy. Lesz ez még így se? Hát ebbe biztos vagyok mindjárt be... Szia, Szales, mi újság! Ö... Köszi, köszi, köszi szépen a. a... Nem, nem tudom hányas, mert nem írja ki ez a mocsok, de, de gondolom te voltál. -e. Gondolom te voltál -e ez az állat, aki itt le. Föl tudom venni a melltartót, csak úgy föl. Mi értelme van csak úgy fölvenni a melltartót? Semmi. Látszik, hogy rajtunk van egy melltartó, nem látszik. Na mindegy, de van rajtunk egy melltartó legalább hogyha ha esetleg el akarnánk benne rejteni mondjuk két narancsot akkor el tudunk. Lehet benne tárolni? Nem, nem lehet benne tárolni. Afenébe. Pedig mi menő lett volna, ha melltartóba el tudok tényleg mondjuk két narancsot vagy két krumplit kintről. Christmas és safety pin. Aha. Semmi. Aludni szeretnék már végre. Tudok aludni? csukjad befele a szemedet. Actions. Nem lehet aludni. Nem lehet aludni. Ebben a játékban nem lehet aludni egyáltalán. Ez létezik? Van ilyen? Hát van ilyen, hogy nem lehet benne aludni. Aha, ott bent viszont fekszik egy kedves vagy kedvetlen jelölt, sajnos, úgyhogy azt lehet, hogy kihagyjuk azt a házat. Nyújság szales Felháborít, hogy ilyeneket gyanúsítanak? Hát, elnézést, elnézést, meg gondolatlanul tettem akkor, valószínűleg ezt a kijelentést, hogy te voltál. Ez egy hátsó ülés. Hol van itt egy ülés? Ott egy ülés. Ó. Nem tudjuk mi berakni, de. Tudjátok, ha kérdezik, van, akkor elmondhatjuk, hogy találtunk egy ülést. Ha lenne még egy, akkor az már akár lehetne közös ülés. Ne vessetek, mert amúgy nem vicces, jó? Lici. Ah, amúgy csak kínos. Ú, de szar. Hát <laughs> lehet. Lehet, hogy ez tényleg az volt. Igen. Ajaj, az baj. Közelebb jöhetnél, és akkor lehet, hogy meg tudnálak ütni. Aha, ez így jó. Ez a balta, ez nagyon állat. Ez a balta nagyon kemény. Jó éjszakát, jó éjszakát annak, aki megy esetleg. Miért lesóztunk neki? Van itt ilyen puppet áj. Volt itt duct tape, azt összetudja tudja stackkel? Nem tudja össze stackkel nálunk lévő Bek. Egy mi duct Egy hoodie. Még több hely. Viszont levette ezt a hudit. Ebben a hudiban milyen tárgyaink voltak? Úgy nagyon jó. Csodálatos. Akkor lecseréltük végre a énket is, a kapuszni spulcsikánkat. Jó, itt mik vannak? A közös üléshez nem kell kettő. Jó, de hát na. Érted? Így legalább volt benne valami, szerintem vicces dolog. Papírka. Megöltünk, egy zombi, jó, uh, can opener. ez még jól jöhet. Meg tudjátok mire gondoltam? Nem lehet mondjuk annak a zombinak a hullájából bármiféle varrókészletet csinálni, és... Szóval, hogy így értitek, így... Uh... Mondjuk csontból tűt, valamilyen rémlik, hogy van, van, van ilyen dolog. Crafting. Cs -cs 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 -cs. Mi menő lenne varrókészletet csinálni egy zombiból? Mm. És van ilyen. Na várjál, de mi nincs ehhez, ami milyen. Csont kellene hozzá. Hát öcsém, mi nincs itt csont? Nem volt csontja? Vagy itt van kint? Ó, itt már tudom, akkor valahol itt van kint a földön. Kent opener, our... ajj. Jaj. Jaj. Aha, és akkor tudunk csinálni varró készletet. Ezzel meg tudjuk varni a ruháinkat. Még lehet, ezt nem feltétlenül az utcán kellene leművelni. De mondjuk ezt a táskát én nagyon szívesen megvarnám, úgy, mert azért az elég, elég értékes, meg ez a jacky is jónak tűnik. Úgy, és hol, hol találom? Itt van ez a jacky, azt is repair meg. És hol látom? Itt a varrókészlet a földön, aha. Jó, azt a varrókészletet is rakjuk magunkkal az még a későbbi égben jól lehet. A zombi beleket, meg az ilyesmi dolgokat, azokat így... itt hagyjuk. Ja, itt volt a csont. Aha. Viszont tudjátok, mit lehetne még csinálni? Várjátok, van nem csavarhúzó. Kérlek szépen, kraftolja nekem még olyan bónni idő, de nagyon gyorsan. Mennyi ideje lehet ez a drop ott lent? Nem tudom, mennyi ideje lehet ott lent ez a drop a földön. De megnézhetnénk a piklokkot, mert úgy tudom, hogy ahhoz egy darab Egy darab ilyen tüskekel, vagy tű, és egy darab csavarhúzó, és most van nálunk csavarhúzó is, meg tudtunk egy ilyen, egy ilyen kis izé, tüskét magunkkal hozni, és akkor lehet, hogy abból a drobból most valamit ki tudnánk nyitni, ha még nem tűnik el addigra. Jó éjszakát, Csiri bácsi, szia. szia. van belőle négy perc. Nagyon jó. Na. Logged. És akkor hogy, hogy működik? Ez csavarhúzat kezembe veszem. Nem lehet ilyet? Nem? Ezt, ezt, ez így nem működik? Ja, mert hogy a kezembe kéne menni. Nem, ezt így nem lehet kinyitni. Á, fenébe. Hát mindegy ötletnek jó volt. amit rakjad el. Sőt, nem is ott volt, hanem itt volt, úgy. És itt közben nem is emlékszem már pontosan, hogy melyik háznál tartottunk, ahonnan elrohantunk, de annál templomnál még biztos nem voltunk. Ebbe volt a zombi, ezt megnéztük. Ebbe, ebbe voltunk most, itt kanizé, szedtük szét a, aha, itt a hulla. Igen, ez valami temető Ez annyira nem hangzik feltétlenül jól, mert lehet, hogy itt tele lesz mindenféle... mindenféle rosszasággal ott van egy csomó garázs, ami engem egy kicsit vonz ez a zombi az annyira nem vonzott Ide tud jönni vajon? Ide hát. És ennek ilyen védő ruhája is van. Meghalt! Meghalt! Nagyon jó. Meg tudtuk úgy ölni, hogy nem, nem ütött belénk. Szerintem. Vagy belénk ütött? Várjál. Fertőzés. Mi ez a sok fertőzés? Ja, mert hogy most gyógyulnak be azok a sebek, amiket korábban elkaptunk és amiatt van némi fertőzésünk. Volt itt valami pirulánk nekünk. Ez mire jó? Ó. Oh. Ez ilyen radioaktivitás elleni pirula, az mondjuk sokra nem. Az mondjuk sokra nem megyünk vele. A radioaktív fertőzést, azt azt még kivételesen nem kaptunk. Itt bármi, egy kis regs, az nem lootolható. Na szóval, hogy kicsit visszalasítok, hogy ne legyek túl hangos. Ezek a garázsok, amik engem érdekelnek. Itt hát, ha találunk valami egyéb eszközt, ha, amivel jó dolgokat tudunk csinálni, például van itt egy csavarhúzó. Jaj, szép Gyuri! Hello, hello! A játék nevét Néma s mondott ki, akkor vicces. Így van, így van. CD lejátszó. És az, amit lehet csinálni. Bed a kezedbe. Nem? Zenélni? De nem? Akkor dobjad be a kukába. Hagyd abba ezt a rángatózást és dobjad be a kukába. Már eldobta. Jó. Szóval akkor semmi nem volt benne. Ja, ledobja, ledobja a zombi a textjét. Igazából mondjuk pontosan nem is a zombi dobja le a textjét, hanem mi mi, 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 kapkodjuk le róla, de hogy elég gyorsan, meg rutinosan tudjuk levetkőztetni a zombikat. Hm, még egy csavarhúzó. Mennyi csavarhúzót találunk? Nem tudom, hogy kell -e ennyi csavarhúzó bármire. Igazából még semmire nem tudtuk használni a csavarhúzót, de... De hogy így jó, ha van. Szög. Valami nem tudom, lapát, nagyon jó, de nem lerapátot, adjál nekem, tudom én, még egy baltát, mondjuk azzal sem mennék sokra. Akkor valami izgirútot adjál, lockpicket, lockpicket szeretnék. Szögből nem lehet lockpicket csinálni? Mit lehet a szögből csinálni? Hát. Oké, okay. valószínűleg olyanokat nem fogunk készíteni, még mostanság. Később meg ki tudja. Magunkra csukodok általában inkább safety pinből nem lehet lockpickelni. Lehet, de olyat még nem láttam. Abból biztos, hogy lehet, azt tudom. Csak hogy olyat, olyat még nem, nem, vagy ez, Ha, és akkor van, most kellene kikeresni. Lockpick, ott van. a lockpicket? De a, ilyet az előbb találtunk egyet, várjál! Vét, vét, vét. Az előbb ilyet már egyet találtunk, és azt ott hagytam. Hova tette? Ja itt van. Jó, viszont megtehetünk, úgyhogy lehet, hogy én ettől az abszintól megszabadulok, tudom, bűn, tudom, stb. De értitek, uh, tudunk hasznosabb dolgokat fölvenni egy zombi apokalipszis idején, mint némi alkohol. Egy toll. A tollból mit lehet készíteni? Hmm, oké. Okay. Várj, és az alkoholból mit lehet készíteni? Ó, abból ilyen mindenféle leveseket. Várjatok, ebből tudunk készíteni steril kötést. És az hol van? Kérdés, hogy az hol van, meg hogy mi is tudunk-e olyat. Hmm. Lehet, hogy ahhoz kéne valami me meddig skill, hogy el tudjuk készíteni? Milyen ilyet szeretnék? Vedd a kezedbe? Úgy, kezedbe veszed, és azt mondom, hogy disinfect aha, hogy így tudom vele megfertőtleníteni. Ó, nagyon jó. E -e -e Ennyi, hogy ezt vissza a kezedbe, és disinfect és akkor mindig vissza kell venni a kezembe. Hát ez kicsit fura, de annyi baj legyen. Jó, és el is fogyott? Nem, most oda rakta föl. Take in hands, disinfect. Csinálunk egy csomó olyan kötszert, ami, ami steril, és akkor, ha esetleg később lesz belőle gond, vagy nem ebből lesz gond, hanem másból lesz gond, akkor azokat tudjuk majd használni. Szia Levi, hello, hello, mi újság? Ez viszont innentől egy üres üveg. Igen, itt írja, hogy MT, csak így, jobban látjátok. Szóval van egy üres üvegünk, amiben mondjuk tudunk vinni. Mekkora ez? Van nálunk egy kaffi Azt így ad már megfelé. Úgy. Szóval ebbe tudunk vinni, nem tudom, hogy mennyit. Nem tudom, mennyi fél liter lehet ez, de hogyha találunk valahol vízvételi lehetőséget. Szóval, ha valahol találunk vízvételi lehetőséget, akkor... Akkor azt el tudjuk rakni legalább. Jó, deck tape nem kell, lőszer az kell, strip nem kell, bini nem kell, nem kell, nem kell. Jó, ezt is lerakom. Ezt el lehet fektetni valahogy. R, Ctrl Shift, Alt, görgő. tudom, hogy, hogy lehet forgatni az inventory Ö, öh, nem? R, Q, E, V, az -z, az, az, az Z, mit tudom én. Nem tudom, de tudunk csinálni olyat, hogy ezt ide húzom, ezt ide húzom. Jó, és akkor itt mégis maradt valamennyi helyünk, amiben tudunk pakolászni. Egy pisztoly jó, nem, mert van, van pisztolynak helyünk. Azt itt tett tíz után, hát írt, 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 írt volt, volt, egy kis hint a Discordon is amúgy, hogy ma korábban kezdek, mert uh... Mert, mert lényegében csak annyi, hogy hamarabb tudtam kezdeni, aztán így akkor lehet, hogy hamarabb vége is lesz, meg, meg akkor kicsi, talán lehet, hogy kipihentebb leszek holnap a munkában, meg ilyesmi dolgok, tudod. Szögből, jobban ja, nem tudunk lockpicket csinálni, azt már megnéztük, viszont most van egy lockpickünk, csak most már biztos, hogy... Hú, egy kerék. Mire való, ez egy motorkerék. Egy axi. Wow. Aksira nincs szükségünk, mert hogy ugye berúgós a motorunk, ami van. Abba üzemanyag kéne. Viszont amúgy a kútról most legalább egy fél liter üzemanyagot el tudnánk vinni a abba a flaskába, ami van nálunk. Na várjatok, lehet, hogy azt meg, meg is csinálhatnánk. Merre van a kút? Most innen ki kellene jutnom úgy, hogy nem öl meg még 15 zombi kifelé. Át kéne mennünk a kútra, és reménykedni, hogy oda közben nem mentek vissza a zombikák. Mert akkor az lényegesen leegyszerűsíteni a dolgunk, abban, hogy abba az irányba kéne menni. Ja, egy kb. abba az irányba van. És itt a bicikling is kint. Ha minden igaz, akkor itt lesz a bicajunk valahol a réten. Aha, ott is van, ott, ott, világít, hogy mondjuk mitől világít, azt ne kérdezzétek meg. És mi újság, Levi? mint mostanság. Kell még esetleg enne innom? Ó, bőven jó vagyok. Még, még el is fogok hízni, annyi mindent ettem meg itt. Hello, tam. motherfucker! Hello, tred. szia, szia! Na, hát olyan vidékibe vágtuk magunkat. Szerintem tök tutin nézünk ki. Mondjuk nappal igazán lehetne. Azt úgy el tudnám viselni. Meg azt is el tudnám viselni, hogyha ezek a fertőzések innen elmúlnának. Mert hogy vérfertőzésem van. Aha, nem hangzik jól. De lehet, hogy belehalunk, mire ezek innen mind eltűnnek. Jó lenne erre valami gyógyszert találni, de nem hiszem, hogy valószínű, hogy pont belefutunk valami antibiotikumba. Bár lehet, hogy ha bent a faluba kerestünk egy gyógyszertárat, akkor akár még találhatnánk is, viszont ami egy relatív probléma, hogy most ezek megint itt vannak. nekem nem tetszik. Végtelen Minecraft játékos lettem. Na mi, sikerült hátkorba megölni a sárkányt? Hogy mi történt? Elmúlt a fejfájásom, nem is vettem észre? Hát mert ennyire tökéletes ez a stream. Látod kucsi, ennyire tökéletes ez a stream. Hogy fel se tűnik neked, hogy mennyire jól érzed magad, és még a fejfájásod is eltűnik. Látod, látod. Megpróbáljuk azt, hogy a biciklivel elhúzni a zombikat, Mondjuk, hogyha nem futnának gyorsabban, mint a bicikli, az... Ez... Az egy lényegesen könnyebb dolog lenne akkor. Most robbanj föl! Nem jó. Robbanj, robbanj, robbanj! Vagy lehet, egy kicsit távolabb kéne lennem, mondjuk. Azelőtt robbanj föl, mielőtt elfogy a staminám. És mondjuk örülnék, ha a két zombi az így nagyon a közeledben lenne. Most, 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 robbanj egy szíves. Robbanj már fel. Miért nem robban föl? Nem kéne. Au! Ez egy kicsit nagyobbat robbant, mint én arra számítottam. Aha. Van némi sebesülésünk. Jó, nagyon gyorsan. Ezt a bleedinget, ezt kössed befele egy ilyennel, mielőtt elfertőződik. Úgy, és azt is be kell kötni. Nem szeretnék több fertőzést elkapni. Úgyhogy ilyen steril kötözéssel fogjuk megoldani. Vagy a gyógyszer tökéletes, amit bevettél. Á, hát, és ilyenekre ráfogni, érted? Ilyenekre ráfogni. 34% életünk van, van egy csomó fertőzésünk, és egy csomó fertőzött sebünk. Mi? Azt nem sikerült bekötni. Ja, mert ez C3-as, ez nagyon megsebesített minket. Tehát nem is C1-es, ez 3-as szintű sebesedés. Jó, még kössed befelé? Hány kötszert kell erre ráküldeni? Jó, most lett bekötve végre. Hát nem érezzük túl jól magunkat. Megmondom őszintén, hogy remélem, hogy csak ez a három zombi volt ott, és most ezt a kutat, ezt egy kicsit kilútólgathatjuk legalább. Ha már itt megküzdöttünk a mindenféle robbanó entitásokkal, és azt mondja valalul, hogy legyek óvatos a sebesüléseimmel. Gondolom azért, mert hogy az a C3-as, az lehet, hogy... Lehet, hogy az akár föl tud szakadni. Hogyha itt ugrok, Meg egy kicsit melegem is van. Na, lehet, hogy belázasodtam a... A fertőzéstől. Ha nem hangzik jól, remélem itt bent nincsen már senki úgy nézem nincsen, azt az ejtő, első ajtót is szeretném becsukni. Ajaj, bajba vagyunk, bajba vagyunk, ez a robbanás, ez nem, nem volt túl jó. Jó, viszont mielőtt becsukom az ajtót, nem tudom, hogy melyiken fogunk távozni. A... Nem, ezt vedd a kezedbe. És meg tudod ezt tölteni? Mi? Bankártya szükséges ahhoz, hogy üzemanyagot tudjak szerezni? Láttatok már ilyet? Bankkártya szükséges ahhoz, hogy üzemanyagot tudjak venni a kútról. Ne! van ilyen? És honnan szerezzek bankkártyát? Hát haló? Hát honnan szerezzek bankkártyát? Egyetlen kúton sincs ilyen. Hát én játékon belül mondom, néztem már pár streamet korábban, de ilyennel még nem találkoztam, hogy nem kell pisilni, akkor nem kell, jó, viszont el egy kicsit, hát ha attól jobban leszel, vagy itt tudom én. Jó, most elvileg fekszünk, és nézzük a plafon. Hogy gyógyulnak a sebesüléseink? Pillanat fújjak egy órat közbe. itt is vagyok. Na de mondjátok már el nekem, hogy a fenébe lehet bankkártyát szerezni. 28% az életünk, ami lefelé megy, nem fölfelé. Óránként 40 HP-t vesztünk. Ami azt jelenti, hogy meg fogunk halni előbb-utóbb. Találni kell, ez bajos. ezek a fertőzések vesznek el nagyon sok életet egyszer, a másik felét pedig ugye ez a C3-as, ami ami 31 HP-t vett le tőlünk önmagában, plusz S10, plusz s 13 akkor az mennyi, az 31, 41, 44 HP-t lekapott most ez a robbanás, nem hiányzott most az. Kicsit kevés a D-vitamin szintünk, illetve rostokból is vihetnénk be többet a szervezetünkbe, meg proteinből. Nem vagyunk túl jól. De arra vagyok kíváncsi, hogy... Így, hogy most fekszünk, így föl vagy lefele megy a hp -nk. 25,8, 25,7. Lefele megy a HP-nk. Jó, akkor viszont azt fogjuk csinálni, akármennyire rosszul esik a karakterünknek, megpróbálunk hazabiciklizni vele. Mert hogyha esetleg haza... Ha esetleg haza tudnánk biciklizni, akkor legalább egy fix helyen ott lesz a lútunk. Az összes ruhánk, hogyha meghalnánk, akkor későbbiekben meg tudjuk találni. Csak egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk addig el tudunk jutni. Ez most így komoly? Ember. Szálljál már föl! Na végre. Jó, és emlékeim szerint ugye ezt az utat, hogyha itt követjük jobbra, egyenesen menjünk, akkor ez pont elvisz a házunkig, ahol vannak a, a dolgaink. Megpróbálok óvatosan lassan tekerni, hogy ne szakadjanak föl a, a varratok, vagy hát nem varratok, hanem a a sebek, amik végre már nagyjából begyógyultak. Így azzal próbálok játszani, hogy ha balalul megnézitek a karakternél, a... alulról a harmadik jelölés, ahol írja, hogy 98% a staminánk, és ott azt a, a csíkot, ami egy ugrál föl egy ilyen sárga csík a kéken belül, azt nem engedem föl a pirosig, hanem próbálom ilyen sárgában tartani, és remélem, hogy ez ez azt a hatást eredményezi, hogy, hogy akkor kímélem a karaktert esetleg. Bár elég lassan haladunk, de még mindig gyorsabb, mint hogyha totyognánk gyök kettővel. Mert hogy jelenleg ugye láttátok a mozgási sebességet, amit megenged a játék ezekhez a sebesülésekhez is. Hát nem, nem volt túl gyors. Most, és ha itt utánunk jön egy zombi, vagy egy zombi horda, akkor kész helúnyek már csak 24 életünk van. Igen, mondjuk nem segít, hogy domból fölfelé kell. Nem segít, hogy domból fölfele kell tekerni. Egy kicsit lehet, hogy megpróbálom még erőltetni ezt a tekerészést. Még egy kicsit melegünk is van. Aha. Csodálatos, mennyire? Ó, 36,6 fok, hát ez semmi. 160-as pulzus. Attól, hogy ilyen light a tekerészünk. Na, de most így ráéreztem erre a tempóra, ez egész jónak tűnik. Haltál már meg? Hát az előző streamben csak meghaltam. Szerintem ott a meghaláson kívül nagyjából más nem volt, mert értelmes útott nem szereztünk, hanem mentünk, először meghaltunk egy robottól, ami lerőtt. Utána meghaltunk zuhanásba, mert elfelejtettem egy tőernyőt Aztán jött egy jobb próbálkozás, aminél azt hiszem, nem, utána jött az, hogy zombi költek meg, utána farkasok költek meg, És nagyjából ennyi volt. Szerintem. Azt, azt hiszem négy, 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 halál volt. Úgyhogy ott, ott igen, ott kipróbáltuk, hogy milyen, milyen meghalni. Ja. Ma viszont még nem haltunk meg. Ugye ez már egy jó hír. Hát lehet, hogy egyszer megfogunk. fogunk. Ez benne van a pakliban. Nekem egyetlen egy célom van már, csak hogy haza kell jutni. Haza kell jutni a bázisra. Szereztünk rengeteg lootot van táskánk, vannak ruháink, vannak benne kötszerek. Szóval, hogy így értitek, így, így, így kezd egy kicsit ilyen kultúráltabb formát ölteni a, a karakterünk. És nem a, nem a börtön szerkóba rohangászik még mindig. Jaj, mi volt ez a hang? Hova ment az életünk. És fájdalmat ér ez a karakter. Nagyon ah, jó, jó. És kettős látása van, és valami fájdalma van. És gyengének érzi magát. És van benne még némi koffein, ugye a kávéból, ami miatt egy kicsit. Kicsit ezeket tudjuk kompenzálni, szerintem ha nem lenne bennem az a kávé, akkor itt hatalmas bajok lennének most. Most azt mondta a játék, egy kicsit óvatosabban kéne várni a sérüléseimmel. Nem lenne túl jó, hogyha ez, 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 ez itt vissza szakadna. Ó, viszont ugye ezek a C1-es sérülések, amiket bekötöttünk, azok már egészen jól gyógyulnak. Ugye úgy működik a játékban ez a gyógyulás, hogy itt minél hamarabb bekötöd, Ugye elindul föntről lefele a piros csík. Az a piros csík, hogyha leért, vagy bekötötted a, a sebesülést, mondjuk így a, itt bekötöd, akkor átkerül le a stabilizációs oszlopba, ebben az oszlopban pedig ott, ahol bekötötted, vagy hogyha lejárt, akkor az aljáról, elindul fölfele egy szürke csík. Az a szürke csík, hogyha betelik, akkor kerül át a regenerálódás vagy recovery fázisba ide, és akkor itt történik meg a, a, konkrét gyógyulás, úgyhogy itt, itt kapjuk vissza a HP-nkat. És akkor erre, erre, figyelni kell, hogy amikor sebesülésed van, akkor vagy bármiféle sebed, akkor azt elég gyorsan be kell kötni, mert ugye annál hamarabb fog begyógyulni. Most az a baj, hogy ekkora dombon itt föltekerni biciklivel, nem lehet ezt váltani valahogy, nem? Jaj, szia Tamás, hello, hello! És hát amúgy hozzáteszem, hogy most azért ilyen szürkés árnyalatú játék, azon kívül, hogy éjszaka van. Uh... Mert hogy... ugye alig van HP-m, és egy bizonyos HP alatt ugye szürkül a kép. Jó lassan haladunk, bakker. A hangok meg ilyen veszélyesen veszélyesnek tűnnek. Ja, hát még itt ezt a kanyar bevesszük, meg még egy ilyen emelkedő van, és akkor otthon vagyunk végre. Igen, ezt motorral lényegesen egyszerűbb lenne megcsinálni, viszont így hogy fogunk üzemanyagot szerezni a motorba? Amikor elkezdtük még a játékot a legelején, akkor úgy le, hogy volt nálunk egy bankkártya. Na most azt a bankkártyát, azt az első halálnál miért el is hagytuk. Most azt nem tudom, hogy ha visszamegyek és megkeresem, akkor még lehet, hogy ott lenne a hullám, és abba kéne megtalálni azt a kártyát. Az viszont rohadt messze volt, mert az valahol mm, talán itt van. Vagy itt, 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 itt valahol ezen a környéken rémlik nekem. Talán itt az erdő környékén. Ott volt ez az első halálunk, vagy itt, vagy itt. Na mindegy, valahol itt ez, ennek, a, ennek az útnak a környékén történt az a dolog. Na, hogy gyógyul az a seb, mert aha, hogy egy nem is tud gyógyulni a seb, hogy folyamatosan tekerek. Igen, látjátok, mert egy pillanatra megjelenik a csík, hogy, hogy elkezd regenerálódni. Tudok olyat esetleg, hogy... Megállok egy picit. Azt mondom neki, hogy feküdjél le. Úgy, és akkor nem regenerálódik ez be gyorsan, hogy tudjak normálisan tekerni, ezt lehet, hogy megtehettem volna már hamarabb. Mi újság Tamás amúgy? Mondjuk annyira gyorsan nem. Nem veszélyes az erdőben lefeküdni? Legalább kevésbé látnak meg. Nézd a jó oldalát. Sokkal kevésbé látnak meg. És amúgy most gondolkoztam el azon, lehet, hogy azért nem tudtam a karakterrel aludni, mert beleküldtem a kávét. És itt van a koffein a szervezetemben. 134 mg koffein van még bennünk. Még az energiaitad is tudás lehet? Ah, ja, amúgy. A K a koffein? Mi a K? Nem tudom mi a K. A... Ja, de ez vitamin, akkor a sima K vitamin. Akkor itt így, külön itt, mint koffeint nem jelzi. Itt se jelzi. Aha. Jó. Lehet, hogy itt jelzi. Healing speed 84 és ennek mi a baja? Miért ilyen lassú? Immun, immun az 74 százalékos. Hálósz, hales statjaink azok ilyen nullása, és fele már legalább betel. Nagyon örülnék, ha legalább ez az egysebünk begyógyulna. Lenne némi hp és tudnánk biciklizni az emelkedőn, anélkül, hogy meg kéne állni. Annak igazán örülnék. De így, hogy fekszünk, így egész gyorsan. Egész gyorsan nő. Mennyi infót leír róla, te jó ég. Ha is itt írja, hogy C1 progress bar shows time until stabilization. Aha. Szóval, hogy ez a C2, meg C1, meg ezek úgy működnek, hogyha C4-es sebzésed van, akkor itt a stabilizációs zónában abból először lesz C3, hogyha végig megy a vonal, aztán lesz C2, c egy... Mi, mi az hogy üdv a chat szobában? Lehet a stream egy pillanatra? Vagy... Nem nem ér semmit. Nem tudom, a chatem kicsit bénázik. Szóval, hogy így, így folyamatosan ugye négyszer annyi idő. Itt vagyok, igen itt vagyok. Szél van. Szóval, hogyha ez végig megy, ebből mi, még mindig csak C1-es sebes, sebesülés lesz. De az már egész jó is lehet. Itt vagyok. Itt vagyok. Azt a mindenit de bekakkantottam, amúgy meg nem, nem akar a, a rendesen működni, úgyhogy megnyitom, és most már onnan fogom megköszöngetni a dolgokat. Mert nem látom, de Szales nagyon szépen köszönöm a 150-es e-benget és Szalesnek még nagyon szépen köszönöm utólag a 100 ast amit korábban küldött, akkor ugye nem tudtam hozzá összeget, mert bénáztam. Ja, jó. Nem tudom, miért nem akar. Miért nem akarja a dolgot. Megjött a benged, megjött, megjött. <laughs> legalább, legalább ezt beírta, ha már az előzőt első nyögte. Szia, Ati, meg szia, Ben mi újság veletek. Na, látjátok, végre sabizáltatott, és nem is C1 lett belőle, hanem itt a C2-t rögtön átrakta a recovery fázisba. Organs, ez nem tudom mi. Ja, hogy így a csontokat meg, aha, ja, tudom nézni külön, hogy a az izmokkal van-e baj, és nekem az izmaim vannak begyulladva. Vagy a csonton csontom van esetleg eltörve. Aha. Viszont most már szerintem fölkelhetünk. És ilyen, most már gyógyuló félbe vannak a dolgok. Lehet, hogy tudunk tekerni biciklivel egy kicsit jobban fölfele. Megnézzük, hogy kiírja e alul, hogy legyek óvatos a sebesüléseimmel. Ha nem, akkor végre megküldhetjük neki. És... Juthatunk haza. Mondjuk ennyire voltunk? Konkrétan ennyire voltunk tőle? Ez itt a mi kerítésünk már. Na mindegy, de fetrengtünk a földön egy ott. Tomi, a nagy giga meg a robotokat bekapcsoltad? Hát nem, hogy bekapcsoltam, hanem nem kapcsoltam ki, mert hogy ugye alapbeállításon azok vannak. Úgyhogy ezeket csak szimplán nem kapcsoltam ki. Ennyi, ennyi történt velük. Ben vannak a játékban, láttunk is, az előző streamben öltek is meg. Így, hogy ja, azok ilyen kellemes dolgok. Végre tudunk biciklizni normálisan. És remélem, hogy ide nem költözött be valami zombi csorda a kis kuckongba. Egyre több lesz itt a bicikli észrevet. Tétek, de ott fekszik bent. Gyűjtök staminát, és megpróbálom így ilyen stealth mögé osonok rögtön még fekvés közben ráküldött kettőt a baltával. Két üzé, mo bicikli, motor, mi kell még ide? Hát ez az, ez az ki tudja. Jó, úgy lefeküdtünk. Ugye pont ott a kis kuckónkba. az a zombi az nem jó. Nyugodt ki is pihentük magunkat, az a, hogy 28% életünk van, ha ez kettőt ránk ver, akkor halunk. Nem akar az az élettől Jó, meg kéne próbáljuk. Veküdj oda mellé, biztosan társaságra vágyik. Lehet, lehet. Na vedd a baltát. Így, figyeld. Nem jött be. Na, az igen. Hát itt halunk. Jó, gyorsan, sebesülés, sebesülés, sebesülés. Azt triteld be, ö, fertőzött is ezzel, ezerrel, és utána van még egy... Nem is tudom milyen ez, hol írja, még egy C1-es, azt is kössed be fel ezerrel, meg azt is be kell kötni. Úgy, azt kössed be. Az be van kötve, de azt még jobban be kell, mert az nem tetszett neki, az nem volt elég. Azt kössöd be, olyannal is mindennel kössöd be. Nem lenne rossz, ha nem halnánk meg azért. 12% életen állunk. Jó, ezek csak C1-esek, ezek relatív hamar el fognak tűnni, hogyha egy kicsit... Kicsit meg tudunk itt pihenni, gyorsan lefektetem a karaktert, hogy úgy pihenjen minél gyorsabban. Kezdek picit dehidratált is lenni. Most, hogy visszaértünk. Amíg a faluba voltunk, tök jó voltunk. Kijöttünk a faluba, meghalunk. Jaj! Elmondja Tomi, a giga meg a koreai taxot? Na mondjad, mondjad, mi lenne az? Hidratálás? Nem úgy, vagy játékban, de köszönöm szépen. Csak ne üssenek meg. Hát igen, ez nem lenne rossz, csak mivel mindenféle kettős látásunk van, meg ilyen 50-70 százalékos mindenféle sebesség mínusz bónuszunk, vagy hátrányunk, mivel van egy csomó fertőzésünk, meg egy rakás gyógyuló sebesülésünk, mert ránk robbant egy zombi, meg elvert egy másik, de nagyon. Ezért szóval azóta azokkal szívunk. De amúgy valóban nagy tax lenne. Na, fölfele megy a hp nézd, 16 százalék. És amúgy alatta az a, az a rohadt sok piros szöveg, az meg mindaz. De ez mind abból adódik, hogy megütöttek. Hát az egyik nem, mert hogy itt konkrétan egy ilyen c a hasára algatott egy zombi, és azzal robbant ránk az egy kicsit fájt, az még mindig itt egy, az, az az egyik félben lévő sebesülésünk, meg nem mondom melyik, talán ez. Lehet, hogy ez. Ja. Lehet, hogy azt kellett volna, hogy hagyni kellett volna az alkoholból, és most ezeket a, a sebesüléseket le kéne venni róla, le lehet venni róla a kötést, és alkohollal lehet, hogy ki lehetne takarítani. Nem tudom, hogy ilyen van-e a játékban. Mondjuk azzal az az abszinttal belocsoltuk volna magunkat. Jó, élünk, élünk. Mondjuk legalább annyira élünk, mint ott, ott, az a zombi mellettünk a fűbe. Nem, nem túlságosan sokkal jobban vagyunk nála. De de alakul, alakul. Ezek lassan le fognak járni, nem tudom mennyi idő, mire ezek szépen... Szépen eltűnnek, azt mondja, hogy a orvos az busztoljam a immunrendszeremet, és szedjek anti... vagyis az immunrendszeremet antibiotikummal vagy fertőtlenített steril kötszer, cseréljem le a, a, koszos kötszert, és rakjak rá steril kötszert. Van még steril kötszerem? Van még kettő. Várjál, akkor viszont megcsináljuk azt is, hogy mondjuk azt mondom, hogy nem tudom melyik, melyik. Minden mondjuk erről leveszem a kötszert. Most leveszi róla. Úgy, és ezt, de nem tudom, hát ott a steril. Most ezt miért nem tudom bekötni? Hát haló, én szeretném ezzel bekötni mondjuk ezt. Nem engedi. Nem engedi. Ágyban nem lenne kényelmesebb amúgy? De, amúgy kényelmesebb lenne. Nem tudom, hogy hogy lehet ágyat készíteni. Várjál, azt a billnél kellene nézni. Az egy pad. Az egy asztal. Az egy ágy. Mi kell hozzá? Kell hozzá deszka, szög, ilyen galjak, izé, toll, meg egy balta. Aha, a szög az egyetlen, nem hoztunk szöget. Viszont lehet, hogy itt... Jó, lassan. Ú, és tényleg látjátok, ez a kettős látás, hogy, hogy megvan, hogy a karakterünk feje fölött is van még egy karakter, meg... Vagy hát ott egy fej, meg hogy a többi. Jó lenne, ha találnánk itt. Uh, safety pin. Viszont felveszük is abból, meg craftolunk izét. Hello, motherfucker! Hello, hello! Na, szöget kellene csinálni. Elfertőződött egy sebesülésünk. Nagyon jó. Örvendetes, megérte akkor itt az alkohollal kenegetni a mindent is. Vagy átsétálunk ide, mert itt is van még láda, hát ha abba találok mondjuk véletlenül némi szöget, és meg ez mi? Ó, uh, egy csőfogó. Gondolom azzal is oda lehet sózni a, a zombikáknak. némi cash, de már van egy csomó cashünk. Hol tároljuk itt van? 589 cash találtunk. Be kéne menni egy bankba, igényelni egy hitelkártyát, vagy bankkártyát. Vajon lehet olyat a játékba? Igényelni ilyen kártyákat? Mert ugye azt kérte a kúthoz, csak nem tudom, hogy ahhoz... Mondjuk ez megoldás lehet, hogy bemegyek egy városi bankba, és ott szerzek. Mármint, hogy nem úgy szerzek, hogy elveszem. Bár ez egy játék, akár úgy is. Hm. Ó, itt fönt meg van egy kalapács. Meg egy halloween mask maszk. Egy sledgehammer még hozzá. De ez milyen rohadt nagy. Jó, visszük a kö... Itt egy ágy! Na várjatok, hát itt le lehet feküdni. Hát rendesen le tudtunk feküdni egy ágyba, vagy se egy matracra. Na. Lényegében az is egy ágy. Csak egy része. Vagy valami ilyesmi. Jó, hát ezeknek a sebesüléseknek meg kéne gyógyulni. Addig az a baj, nagyon sok mindent nem tudunk csinálni, mert hogy én dög lassan sétál a karakter, nagyon hamar elfárad. Semmit. Megint szétítették a cuccainkat, mondjuk annyit tudok, hogy a... ezt megjavítanám. Miért nem tudom megjavítani? És ezt meg javít, azt se több. Ja, mert fekszek. Na, állj, fel. Úgy, javítsad meg felé, mielőtt az itt le rólad. Azt is javítsad meg felé. Varjál szépen. Gatya, ilyenek jó, még ez a póló van olyan állapotban, hogy mindjárt kiesik belőle a csavarhúzóra, és rávarunk egyet. Úgy, nagyon jó. Táska tökéletes. Akkor is feküdtél, mikor be akartad magad kötni? Nem, akkor fölálltam, mert hogy ahhoz, hogy levegyem a kötést, az föl kellett állnom. Legalábbis úgy emlékszem. Szóval a lábunk az egyre kevésbé fáj, most már inkább itt a felső a felső testrészünk van problémába, így a tüdő környéki izmok, meg a, a, fejünk fáj nagyon. Meg nagyon szomjasak vagyunk. Aha. Még lehet, hogy ez nem segít a gyógyulásban, hogy ilyen szomjasak vagyunk. Viszont most meg már nem fogunk tudni elmenni sehova vízért. <coughs> nem tudom, hogyan tovább, az a baj, mert, mert most kéne elmenni vízért, de nem tudunk elmenni vízért. Van itt egy... bő még tudunk inni. Nem, ez miért van nálunk? Ez dobjuk már elfelé. Csavarúzat legalább lerakhatod a gatyóba. Úgy, ez ugye üres. Abból tudunk legalább craftolni egy ilyen lockpicket. Ezt elkraftoljuk, hogy legyen nálunk, mert miért ne? Az még bármikor jól jöhet. Ez zavar kicsit, hogy ezt nem tudom sehova elrakni. csinálok neki így helyet, ide se férbe. Hogy lehetne ezt elforgatni? Á, megvan. Na, most akkor ezt elárulom nektek a nagy titkot. Úgy lehet forgatni, hogy a kontrollt lenyomva tartva a görgőt tekered. Így, görgő, és akkor ó, elfért nálunk egy borzasztó egy kalapáncs. És akkor a, kest is idebe beforgathatjuk. meg ezt a kis csontüskét is idebe tudjuk forgatni mellé. Aha! Na, megtanultuk forgatni a dolgokat. Hát ez mennyire menő. Jó, és szerintem most itt eddig jutottunk, most nem akarom azzal húzni itt az időt nektek, hogy itt állunk, azt várjuk, hogy meggyógyuljon a karakter. Meg közben szomjam meg éhenhal, nem tudom, hogy ezzel mi lesz. Ma szerda van. Hogy írtam ki a menetrendet? Várjatok. Mindjárt. Kilépek a játékból, mert... Mert, 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 me. mert... akkor majd ezt legközelebb innen folytatjuk. Azt talán van, ne is mond, nagyon repül az idő. És nagyon-nagyon sokat kéne megtanulnom. Nem így mondom, nagyon sok gyakorlatot kéne még szereznem nagyon rövid idő alatt. Ez sem igaz. Nagyon sok gyakorlatot kellene magamba szippantanom. Nagyon rövid idő alatt ahhoz, hogy elégedett legyek magammal. Na ez hangzik már úgy, hogy ez már úgy egy korrekt hozzáállás, mert inkább azzal van a baj, hogy a többiek szerint tök ügyes vagyok, meg minden, de hogy én még nem feltétlenül érzem magam annak, úgyhogy kell még szívni a tudást, úgyhogy most is szerintem fekszek le meg lehet, hogy előtte még írogatok egy-két jegyzetet. De azt majd meglátom. Na, szóval akkor menetrend, rápillantok, igen, holnap semmi, és akkor pénteken este találkozunk, akkor fogjuk folytatni a kamos kalandokat, és, és ha lesz addig annyi időm, szerintem akkor már lesz, kamosni fogunk tovább pénteken, szóval, hogyha... Ha-ha-ha-ha-ha, mit akartam? Hogy akartam? Szóval igen, hogy megpróbálom addig legalább annyira így streamen kívül csak játszani annyit vele, hogy összeszedjem a karaktert, hogy ne legyen totálisan beteg, meg dehidratált, meg minden baj legyen, hanem ezt, ezt, valahogy megpróbálom majd megoldani. Vagy csak meghalunk és újra éredünk valahol a környéken. Az, az, se egy, az se egy lehetetlen dolog. Jó, most pedig mindjárt nézek egy jó kis raid ami pedig... Meg is van, meg is van. Hát a fémtetükhöz fogunk elmenni. Az legyen a B-terv? Hát mindenképpen. A halál az mindig csak b lehet, az átérve az sose, sose jó. Tovább. Szóval. át foglak küldeni benneteket a fémtetükhöz. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma, nagyon szépen köszönöm a csíreket, szavokat, rédeket, követéseket, mindent, amit folyamatosan kapok tőletek. Ö... Leljetek jó fejek, a, ahova rédenünk, dobjatok nekik egy követést, ha még esetleg nem követnétek őket, meg köszönjetek be. És akkor pénteken, pénteken este találkozunk. Elméltek 10 órakor, gyakorlatilag akár ott is előfordulhat korábbi kezdés, de ezt majd meglátjátok úgy is. Egy órát kihagytál, hát ennyi baj legyen, ennyi baj legyen, most pedig, hát ilyen korai jó éjszakát mindenkinek álmodjatok szépeket, és holnap nagyon szép csütörtökötök, puszi a pocitokra, meg ilyenek, na, jó éjszakát, jöjjön a drop!